Most a Vár zsinagógában vagyunk, egy ilyen táborban. Itt a Serétnél a Vár zsinében ugye egy éve zajlik az élet, ugye 400 év után újra elkezdődött itt a zsinagógai élet, és mi a férjemmel bekapcsolódtunk ebbe a kis csapatba, és szombatfogadásokra jöttünk. És aztán kiderült, hogy Áser is nagyon szeretne valakit, meg én is keresek egy helyet, egy bázist, ahova a gyerekekkel ugye eljöhetek. Ennek a hétnek a témája ugye a Noé bárkája, ezt minden irányból körüljárjuk, gasztronómia, állatlátogatás, tehát a vadasparkban voltunk, ugye Ásertől megkapjuk ugye a tórai dolgokat, úgyhogy egy teljes képet kapnak most a gyerekek erről ezen a héten. 150 méter hosszú, 15 méter magas, és 25 méter széles. Jó, ezek most lehet olyan adatok, amit nehéz megérteni, hogy mekkora, de hatalmas! Három szint! Ki volt legfelül, ki volt középen, és ki volt alul? Amikor a Noé bárkájáról mesélt az Asher, itt a zsinagóga teremben, és az bennem nagyon megmaradt, azt tetszett. Van egy ponyva, amire céltáblákat rajzoltunk, és mindig ugye vannak pontok, és akkor a fekendővel el kell őket találni. Hát én imádom, én úgy érzem magam, mint valami dél-szicíliai kisvárosban lennék, tényleg így az árkádok között, úgyhogy nagyon-nagyon varázslatos hely, úgyhogy szuper. Ahogy a szombatfogadás is itt nagyon hangulatos, most így szabadtéren, Kisudvarban szervezik Áserék, úgyhogy én nagyon szeretem. Én abszolút nem tudtam, hogy milyen lesz ez a tábor, sejtésem sem volt, és ezért is egy picit izgultam, de aztán nagyon jó lett, és ez ilyen táborban még nem voltam, ami annyira jó volt.